Mielőtt belevágunk a mai bemutatónkba, előbb mesélnék egy kis történelmet. Hiszitek vagy sem, de anno, amikor a Gorefest még írásos formában jelentkezett, bekerült a Mamma Mia című film is. Igen. Persze nem azért, mert kategóriáját tekintve horror volt, hanem mert a közjó ízlésre nézve éreztük merényletnek. Ahhoz hasonló sok még nem ért minket moziban. Így ez elegendő volt ahhoz, hogy méltó helyen legyen a sokkoló filmek sorai között. Mivel április 1-je van és ilyenkor ugye lehet mókázni, de azért igyekszünk a sok hatásnál maradni, így egy méltán feledésbe merült filmet vennénk elő, ami talán a leghatalmasabb szégyen volt a Marvel Comics arcán. Igen, ezt is jól hallottátok, a Marvel Comicsról van szó. Az a baj, hogy a Marvel még csak nem is próbálja elfeledni ezt a karaktert, hiszen a Galaxis Őrzői című film végén meg is jelenik ez a figura, amolyan easter eggként. Ez a figura pedig nem más, mint Howard a kacsa. A film alatt én többször elszégyeltem magam, és le is izzadtam. Kevés képregény film van, ami ettől az 1986-os filmnél gyengébb értékelést kapott volna. Mai szemmel viszont kifejezetten horrorisztikus élmény, de így 32 évvel később nézzük meg együtt, milyen is ez a film. Következzen tehát a Howard a kacsa. George Lucas, na szép! A nyitó képsorok egy városi látképet tárnak elénk. Indiana Jones? Nem, Breeders. Az meg mi? Tenyésztők? Szord be magad ezzel az új gatyaszaggató. Gatyaszaggató? Ez garantáltan kiirtja a toltetveket még a legaktívabb ágyékon is. Mi a fa? Szóval egy kacsa érkezik haza és a szokásos otthoni rutinnal készül megpihenni. Play Duck. Oké, a humorfaktor a kacsaságban fog kimerülni, ezt már most látom. És Howard kirepül a szobából. Ha! Kacsamell! És valami kiszívja a bolygóról azt az egy kacsát, amelyik talán a legtávolabb volt ettől a szívóerőtől. A végtelen térben minden elképzelhető dolog létezik, és ami az egyik galaxisban élő valóság, az lehet, hogy a másikban csak puszta álom. Kacsa az űrben. A múlt, a jelen és a jövő minden egy dologból fakad, aminek a neve Hard Kacsa. Úristen, ez fájdalmas lesz. Na tehát egy párhuzamos univerzumból szippantották át szegény kacsát a mi világunkba. És ez túlélte. Azért kemény fából faragták ezt a kacsát. Jó lesz vigyázni. És a pankok nem is vesztegetik az idejüket, nekiállnak szívózni a kacsával. Rozé kacsát mindenkinek. Beviszik egy buliba, majd kiviszik onnan. Oké, szóval Howard éppen ízelítőt kap a helyi szokásokból. A sátán ribancai? Ez nem férfi? Az itt bemutatott világ úgy tűnik még a mi jelenünkhöz képest is alternatív. Mekkorát ütött már az a csaj félkézzel? Ilyen zenét szűzlányok hallgathatnak a menstruáció ideje alatt, nemhogy pankok. És Howard meghúzza magát a kukában. A gitáros énekesnő épp megy haza, de kiderül, hogy a rajongótábor a balfácánokból áll. Nagyon vicces vagy, tűnj el innen, oké? Hozzád beszélünk, te nagy rockstar! Gyere csak, hülye lima! Ebből elég. Én ezt nem tűrhetem tovább. Jujj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 uj
megszívhattam. Hess, tünnyel! Egy hábfumestert nem lehet kinevetni. Ja, és tud bunyózni. Jimmy, hol vagy? Marvel Comics, hölgyeim és uraim! Te úgy nézel ki, mint egy... kacsa. Tudod, az én képemet rombolják az ilyesféle megjegyzések. Úgy tűnik, Howardéknál se dívik kimondani a nyilvánvalót. Itt pingpongoznak egy darabig, mire a nő rájön, hogy Howard nem a földről való, míg Howard megtudja, hogy a Föld nevű bolygón van. Ó, igen. A bolygó neve Föld. Szia! Szegény kacsa pedig az esőben ázik. Milyen egy elbaszott kacsa ez? Se repülni nem tud, se a vizet nem bírja. Szóval a lány megsajnálja és felviszi magához a kacsát. Itt szoktunk komponálni a bandával.
Bíbor Lánga nevünk. Ha rockzene, akkor vagy tűzzel, vagy sárkánnyal kapcsolatos nevet adjatok magatoknak. Csak semmi eredetit. Szólíts Howardnak, kérlek. Jó, Howard. Az én nevem Beverly. Na végre, megkapjuk a neveket. Hozzak tejet? Beleöntöm a tálba. Sör van itthon? Sör? Ez csapda, Beverly, ezért elvisz a peta. És ott egy vászonkacsa. Vajon Howard világában emberszerű lenne az a baba? Jó hideg. Bocs, hogy ideges vagyok. Úgy értem, még sosem volt állatom, vagy bármi ilyesmi, mert nincs időm rá, hogy etessem őket, eltakarítsam a kakit utánuk. Komoly problémák a helyi Marvel univerzumban. Szóval Beverly ismerkedik a helyzettel, és Howard is elveszve érzi magát. Röviden és tömören idáig ennyi. Ne, jaj, ne, Howard! Baszki, nincs torka. Cserébe beütött a térugrás emléke. Ó, ez csak egy teherautó volt. De az is meglep, hogy hogy kerültem ide? Én is ezt kérdezem magamtól úgy 15 perce. Mit csinálsz otthon? Dolgozol már? Vagy még iskolába jársz? Orvosira jártam egy ideig. Aztán kibuktam. Úgy gondoltam, jobb, ha az utcán szerzem meg a tapasztalatokat a világban. Éjjel dalokat írtam, és nappal munkásként dolgoztam. Szóval Howard egy polihisztor, majd rájönnek, hogy neki más sors rendeltetett. Nekem talán mégis valamilyen más sors rendeltetett. Howard, ez az. Talán épp ezért vagy itt. Lehet. Szóval Bev még dumálna, de a kacsa elaludt. Csináljunk belőle tolpárnát. Howard kacsa személyigazolvány. Neki ez a polgári neve, hogy Howard kacsa? Elon Musk is legyen csak simán Elon ember? Szigorúan gyerekeknek, mert gondolom ezt a filmet nem felnőtteknek szánták. Mihez kezdjék én most veled? Az óvszer megtalálása után benyög egy ilyen kérdést, kérlek ne csinálj semmit. Csak nem akarom, hogy az emberek megbámuljanak az utcán. És rám nem gondolsz, a személyiségemet ért traumákon most már csak egy pszichoanalízis segít. A barátom tudós. Biztos segít. Rossz belegondolni, hogy ez a film valószínűleg az alapmű miatt ilyen debil, nem pedig azért, mert igény volt rá. Szóval Beverly elvitte Howardot a barátjához, aki tudós és kíváncsi vajon tud-e segíteni a helyzeten. Várjunk csak! A punkzenész Beverlynek tudós haverja van? Komoly átjárhatóság van az osztályok között. Ez mi volt? Látott egy nagy kacsát és így reagálta le? Istenem! Figyelmet kérek! Megvan! Én most láttam! Oda hát! Ez semmi! Ez semmi! Bocsánat! Oké, ez is egy jelenet volt. Az ember ősi vágya, hogy utazzon a csillagokba. Már azt hittem, azt mondja, hogy az ember ősi vágya az óriáskacsa kitenyésztése az éhezés megszüntetésére. A repülő és a kacsa. Istenem. Én Phil. Te Howard. Én Phil. Te Howard. Milleni barát. Phil, ne csinálj hülyét belőle, ő is értelmes lény. A nézőkre is legalább ennyire lehetnél tekintettel. Képes varázsolni. Hajlítsd ezt meg! Át tudod ezt a fát lyukasztani a lézerszemeiddel? És ezek ott voltak a laborban? Ugrás! Összefoglalom röviden, mi történt. Phil a tudós érdeklődik Howard iránt. Howard csalódott, mert csak haza akarna jutni, de egy Flapnishez vitték, aki kifejti a kacsák evolúcióját Howardra vetítve. Nagyon sok a hasonlóság. Ez a világ csak annyiban különbözik a mi világunktól, hogy a teremtés korodájának őse nem a majom, hanem a kacsa. És az evolúciós létrán előre haladva lassan megszabadul szárnyaitól, és nőni kezd az agya. És erre volt már egy kidolgozott rajza is, ugye? Pff, még 60 Perkinson bírt ki. Hé, hey, Blumberg! Blumberg! Kitakarítottad már a laborraktárt? Majdnem kész. Menj most fel a halkiállítás egy rongyal. Tudós vagy takarító? Már laborasszisztens. Laborasszisztens, aki takarító, de kidolgozott egy evolúciós elméletet a kacsákra vonatkozólag, akik egy párhuzamos dimenzióban léteznek? Ugrás! Percekkel később vagyunk. Beverly és Howard szakítottak, mivel Howard úgy érzi, csupasz majmokra van utalva, akik között ő az egyetfejlődés csúcsa. Elmegy, hogy munkát találjon, de a munkaközvetítő alapos verbális dorgálásban részesíti őt. Azért küldtek hozzám, mert én még az ilyen kis lógosoknak is találok valami melót.
Pontosan. Én kapom a sok pszichopatát, lógost, lelkibeteget, ütődöttet és szimulánst, akik arra számítanak, hogy itt nálam ilyen vidéki külsővel majd nem kapnak meg. Ez a nő zakkant. Talán legjobb, ha rögtön megkapod a papírt. Börleszkön? Ó, nem. Valami azt súgja, hogy úgy fogod csípni ezt a helyet, mint kacsa a noketli. Ez rasszizmus? Na most ez a vörös lámpás negyed? Milyen korosztálynak szól ez a film? Úgy tűnik, az a nyavajás buborékgép elromlott oda át. És átmész és szétszeded! Senkinek nem tűnik fel, hogy ez egy kacsa? Ne, várj, van egy jobb ötletem, jó, tegyél le, én nem tudok úszni! Megcsúsztam! Az ilyen kis csúszómászók ügyesen elhárítják a dugulást. Én nem is tudom, mi lenne nélkül. Csak megcsúsztam. Ezek után kilépek. A bosszú hidegen tálalva a legjobb. És jön egy kicseszett hosszú magányos jelenet. Bob, azt hiszem ideje kipucolni a mordájodat és megfújni a csali zsípot, mert tegnap elkezdődött a hivatalos vadászidény. Vadászidény? A horror, a horror. Hé, haver, hova sietsz? És visszatérünk a kiinduló pontra, ahol megismerte Beverlyt. Na vajon mi lesz? Ezt a zenét valóban punkoknak szánták? Nem csoda, hogy kerítést húztak fel eléjük. Amúgy a vásodkölykök most miért is nem támadnak Howardra? Talán félnek tőle a legutóbbi óta? Háj, ez túl szomorú. Oké, nyom neki! Yeah! Megvan a pénz a lányoknak. Biztos, hogy megkapják. Igen, biztos. Mikor? Mikor, hogyha a szépséges Beverly a kegyeibe fogad engem. Szóval hallhatjuk Bev menedzserét, aki épp azt tervezi, hogy szex ellenében fizetné ki Bevet, de a hős kacsa közbelép. Biztos maga a lányok menedzsere. És ha maga az, akkor jobb, ha nem veszi a mocskos szájára Bevelit. Most te valahogy nem vagyok jó kedvemben, Ginger. Vagy nem. Ez megint kínos lesz, kurva kínos, ide látom. Na, büdös kurva anyátokat, itt vagyok megint, rohadt disznó. Most véget, Ne tedd, haver, kérlek! A pénzt! Vidd, veszed! Még valami! Nem vagy menedzser többé. Ez maffia módszer. Mindenki a tanúmra! Felbontom a szerződést a lányokkal! Ha megcsípem az arcod, meghalsz, Ginger! Csak egy csípés és biztos halál! 15 másodperc alatt! Na, utat el innen! Howard a kacsa, hölgyeim és uraim! A zeneértő rajongók, mi? Tipikus punkok. Ki az? Küld el a fenébe! Beverly bent van. Ó, Istenem, ugye te vagy? Aggódtam miattad. Hiányoztál. Hát, szexepilem. Az mindig is volt. Ezért imádnak a nők. Ó, ne! Nem ízléstelen ez a film egy kicsit? Ó, bocs, hogy lekistem a sót. Howard! Úgy értem, ez a film nem csak a Marvelen, de Tim Robbins karrierjén is nagyot rúgott. Rájöttem a titokra, hogy kerültél ide? Ez mi a fenét keres itt? Phil és Ronette most együtt járnak. Ne bassz! Szórakozzatok, hogy a tudós takarító és a zenész punkcsaj együtt vannak. Valószínűleg egy űrhajóval jöhettél néhány millió éve, csak eddig hibernálva voltál. És ha csak simán megkérdeznéd Howardot, hogy hogy került ide, az nem segítene? Ja, igaz is, majdnem elfelejtettem. Volt egy kis vitám a menedzsereddel, Gingerrel. Beszéltél azzal a tetűvel? Igen. Ide adta a pénzeteket. Happy? Ennél lekezelőbb nem is lehetnél, kedves Bev. Most találkozom titokban egy kollégámmal, aki kész rá, hogy elhozza a tollat. Felejts el végre, kérlek, jó? Adjanak utat, kérek. Jaj! Hálát adsz még ezért később. Takarodj ide! Ha! Ugrás! Amúgy szerintem egy Gorefest bemutató alatt sem ugrottunk ennyit. Szóval Howard visszakerül Beverlyhez, és épp valami demószámra riszál nála. Rohadt jól játszol.
Úgy hívtak minket a suliban, Howard és a safety broke. Kemény, Howard, nagyon kemény. Az ott milyen szerelés rajtad, Bev? Amúgy a Punk Beverly ilyen szerkóban alszik? Úgy érzem, jó menedzser lennél. Majd megmondom a lányoknak. Itt én nem fogok beilleszkedni. Habár... legbelül határozott vonzalmat érzek az emberi faj nőnemű példányai iránt. Ez bestialitás. Gyere már! Ezt ugye nem játsszátok be. Nem találom meg az igazi férfit. Talán nem is egy férfit kéne keresned. Ez kurva kínos! Csak nem az állatok birodalmában kéne keresnem, Happy. Ahogy mondod, baba. A szerelem furcsa. Igazán megpróbálhatnánk. Oké. Okay. Próbáljuk meg, Mr. Macho. Istenem, ez a kapcsolat csúfot űz a természetből. Phil? Jaj, bocs, az ajtó nyitva volt. És akkor be kell jönni, ugye? Ez itt a barátom Carter, és ő pedig Dr. Walter Jenin. És meséltem nekik rólad, Howard. Szóval jött egy tudós, aki lehet, hogy tud is valamit. Howardnak pedig annyit jelent a tolla, mint Austin Powersnek a monyója. Az én bolygómon ezért vérfolyna! Várj egy percet! Figyelj rám, kis idegen. A tudós Dr. Jenning meglehetősen teátrálisan, de vázolja a helyzetet. Most szeptember 8-án éjjel... Akkor landolt Howard. Igen, azon az éjjelen próbáltuk ki először az új típusú lézer spektroszkópunkat. Ezt a filmet ott vettük fel. Valami ismeretlen erő elterelte a lézersugarat az eredeti céljától, és így az a bolygódat érte. Erős energiamezőbe kerültél, ami valósággal elragadott téged a világűrbe, és idehozott hozzánk a Földre. Akkor éjjel egy tolpihe hullott le a laborban. Szóval, ha jól értem, Beverly ismerte a takarító Phil-t, aki ismerte Dr. Jenninget, akinek köszönhetően Howard itt van. Micsoda véletlen! Howard pedig már menne is haza, csak az a baj, hogy visszafelé nem tudják előidézni a sugarat. Még nem próbáltuk visszafordítani a sugarat. Habár ettől függetlenül előállnak egy ötlettel. Carter hívd Larryt, hogy indítsa be a neutron generátort. Mondd meg neki, hogy azonnal ott vagyok. Howardot pedig már viszik is a laborba, ahol szól a riasztó. Miért szól a riasztó? Történhetett valami. A szemem! A szemem! Megint felrobban, iszonyú volt. Mi is volt a baj a szemeddel? Szóval a neutron generátor besült, és most dráma van. Evakuálnak mindenkit, de főhőseinket nem. Véletlenül megint felrobbant a lézer. Most Jenninget érte teljes erővel a sugárny alá, a sugárzás. Mi egyszer idehoztuk Howardot a földre, de mi van, ha... Istenem, Larry, mi van, ha most valami mást sikerül idehozni? Tán csak nem Howard nemezisére kaptunk utalást. Lassan történhetne valami ebben a filmben. Ki az a Howard? Neki semmi köze az egészhez. Howard csak egy ártatlan... Dolog. Nem, kacsa. Howardot letartóztatták, de miért is? Talán ha nincs színes bőrű, akkor megteszi a kacsa is? A francba, Henze, jöjjön már be, szedje le róla ezt a tetves tolruhát! Igen, uram! Csak a gatyámat, ne! Ó, bazz, a labornak amúgy nincs egy felelős vezetője, aki intézkedne? Nézd, Howard, majd én beszélek a tudósokkal odakin. Te addig majd elücsörögsz egy börtöncellába. Nagyon, mi a vád ellene? Illegális bevándorlás. A lényeg, hogy üljön. Egy szivar. Hát így fest a dolog. Rendőri futbolitás. Hé, maga, hogy jött be ide? Ó, hülye, leesett a szivarom. Tűr! Az elkeseredett kacsa kiszámíthatatlan. Így azért hitelesebb lesz a jelenet. Hallotta? Van fegyvere. A rendőrök pedig az először lőj, aztán kérdez módszer szerint indítanak hajtóvadászatot Howard ellen. Élve vagy holtan? Dr. Jenning előkerül és kicsit furcsán viselkedik. Nekem is vége van. Nem volt engedély a kísérletre. Engem fognak ugolni. Egyre jobb a helyzet. Szerintem csak simán most nézették meg vele a film vágatlan verzióját, így hitelesebb is a játéka. Szóval Dr. Jenning rohadtul nem tud vezetni, és úgy érzi, van valami a testében. Ma éjjel a gonosz szállt le ide, a világ veszélybe került. Ez a szörny bennem van. Igen, tehát most harapódzik el a film, és megkapjuk a film főgonoszát. Meghaltam. Igen, meghaltam. Én már nem vagyok Jenny. A transformáció végbe ment, én ezentúl valaki más vagyok már.
Hát, ennyire futotta. A Dr. Jenninget alakító Jeffrey Jones talán még a legélvezetesebb pontja a filmnek, de ő sem ment sokat rajta. Jön a cuki pincérnő, de lefárasszák őt a hülyeségeikkel. Nekem nem kell földi étel. Leginkább a ház specialitását ajánlanám. Látni fogjátok, ahogy a régi világ elpusztul, és az új megszületik. Három adag házi specialitást és három sört. Rendben. Okay? Howard rákérdez a lézerre, de a Jenningben lakó lény felfedi magát. Csinálja meg a lézermasinát, hogy hazamehessek. Ugye működik még Jenning? Megmondtam ezerszer, hogy én már nem vagyok Jenning. A világegyetem nagy fekete démonja vagyok. Minden világos. Jó. Álca nekem ez a test, mert én iszonyú vagyok, és félelmet keltő. Mi ez? Nem tetszik a szakásítőszke? A föld összes élő lényét el fogom pusztítani. Igen, ez azóta is ezt mondogatja. Howard kikészül a kannibalizmus gondolatától, mivel a ház specialitása a Ham and Eggs, amit bármelyik háziasszony össze tud ütni. Vidd el innen! Howard! Ó, vigyázz, azok a Heinz termékek veszélyben vannak. Növekszik az erőm. Ez a kód kulcs. Ezzel fogom aktiválni a lézer spektroszkópot, amikor kiszabadítom a többi fekete démont. Akkor minek jöttél el a laborból? Adja ide a kód kulcsot, az az enyém! Ezt a rohadt tollas fajtádnak! Amúgy közben jönnek a helyi parasztok kavarni a szart, mert már rég volt akció és szokásához híven jelzett a Marvel, hogy ez így nem jó. A kicsika csak kocsi kulcsa. Na, ezt kapjuk meg! Hívjon rendőrt! Inkább még se hívjon valaki más, még ne perrik Howardot! Az ismeretlen és megállíthatatlan gonosz! Befognád végre a pofádat? Ó, na tegyük ezt önazonossá! Howardot szóval elkapják és le akarják vágni, a konyhába meg ugye bárki bemehet. De Jenning közbe lép, bár ehhez sokat kell győzködni. Hozd a kódkulcsot, Howard! Igen, gyerünk! A kódkulcsot, na! Vágja már el ezt a... Ez azt hiszi, hogy ő Freddy, a rémálom volt, de majd én... Humor! Hosszú idő után az első képregényes megmozdulás. Jenning megregulázza a környék tahóit. Howardék megmenekülnek, és az animátorok is kimaxolták a lehetőségeiket. Ha melegetek vagy, gyertek ki a konyhából! Jenning elveszi a kulcsot Howardtól, de előbb még a nézőket is megkínozza. Akkor most idehozom a többi fekete démont. Oké, és ehhez az engedélyükkel? Démon ide vagy oda, de csak feltüzelte a női test nyújtotta örömök lehetősége. Ez a film perverz. Nekem kell a test. Mondom én. Csak ha hozzám nyúlsz, meghalsz. A nagy fekete démonok csak akkor maradhatnak életben a földön, ha emberbe bújhatnak. Elfogyott az energia. Akkor most kéne kiszállni a kocsiból, de késő, mert Jenning már felhelyezte magát a töltőre. Phil a rendőrkocsiban ül. Howard szobornak álcázza magát és vázolja a sajnálatos helyzetet a fekete démonnal. Majd együtt meglónak egy kidobott repülőgéppel? Hát persze. Hozz szerszámot! Jenning fel akarja tölteni magát és erre a célra talál egy atomerőművet, ahol senkinek nem tűnik fel, hogy berontanak egy kamionnal. Howard és Phil épp felszállnak a házi barkácsgéppel. Muszáj ezt kifejtenem? Szerintem ez nem is igényel kommentet. Élve vagy holtam. Dél, nyugat, Howard! Ugrás! Ugrás! Ha lehet a végéig ugrás! Segítség! Segítség! Ez tényleg nem tud innen kijutni? Jenning bejut a reaktorba és feltölti magát a magból. Kicsit jobban vagyok. És a ruhája gondolom egy kicsit se lett radioaktív. Ezek amúgy üzemanyagot honnan szereztek? Na most egy igen kínos üldözéses jelenetet nézhetünk végig, bár ez legalább önazonos. Idáig az egész film alatt én izzadtam a legtöbbet. Igen, és a kacsa sípszóra megjelenik Howard. Ha! 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 Ugrás! Jenning beleköt a közlekedési rendőrbe és egyre durvábban animált akciókat hajt végre. Mutassa a jogosítványt, haver!
Nincs jogosítványom. Még ha zéró érték. Ugrás. Szóval csak megérkeznek a laborba, ahol Jennings már megkezdte Beverly molesztálását, és belé akar helyezni egy másik fekete démont. Philnek van egy fegyvere, ami talán hatásos lehet. Carter mutatott egyszer valamit, ami talán megtesz. Keressük meg! De be van zárva! Kínos a bemenet. Engedélyezve. Tehát, ha berúgod az ajtót, akkor nem szólal meg semmilyen riasztó. Oké. Okay. Itt van! Ez az! A neutron dezintegrátor! A számból vetted ki a szót. Milyen jól ismeri a technológiát ez a fekete démon? Amúgy nem ez a lézer éget le? A Metron dezintegrátort a hadseregnek fejlesztettük, amíg jóval túl nem léptük a költségvetést. Ez jó, Jenny? Hát elméletileg igen, de sajnos sosem próbáltuk ki. A célpont. Úgy kell lőtávolba kerülnöd, hogy ne vegye észre. Ez mire jó? Ne, Howard, ne! Nem tudom, mire jó ez a gomb, de megnyomom. Howard! Most megnézheti magát. Szar ez a film. Szóval elérkeztünk a boss fighthoz, és... Pizzi, megmentettél! Még mindig nem indul! Kösd be az övet, Howard! Az övet? Atya ég! Micsoda gép! Én nem találom a szavakat. Hát tudjátok, Superman bekaphatja. Ennek a fekete démonnak aztán hatalmas a fegyverarzenálja. Howard begyújtja a neutron dezintegrátort és rálép a gázra. Jennings begerjed, az animátor odabasz, a misszió pedig Gellert kap. Ó, csak kapkodom a fejemet. Jenningsből kikerül a démon, Beverlyt kiszabadítják, a démon pedig megmutatja valódi alakját. Jó álca nekem ez a test, mert én iszonyú vagyok, és félelmet keltő. Irány a Muppet kincses sziget. Nem úgy volt, hogy csak emberi testben maradhat életben a Földön? Akkor ez most mi a pék? Aktiválni akarja a lézert, uram? Beindította a visszaszámlálót! Ez ide hozz egy pár szörnyet! De hova hozza a szörnyeket, ha nincs, akit megszálljanak? Nem ostoba ez a film? Még 3 perc az idegen lények megérkezéséig. Ó, ezt a szöveget is felmondta valaki, ha netán szükség lenne rá. Howard átmegy a kocsival a démon lábán, és újra beveti a neutron dezintegrátort. Valami történik Bevvel és Phillel, és a démon egy sorosa következik. No te, édes kis kacsa! Majd a hadseregnek kifejlesztett fegyver elbánik az interdimenzionális démonnal. Még jó, hogy megrendelték. De úton van a többi démon is, így szét kéne lőni a gépet, mert lekapcsolni nem lehet. A gépet semmisítsd meg, Howard! Lőd szét! De így Howard se tud majd hazajutni, szóval ideje döntéseket hozni. Viszlát, anyám! 5, 4, 3, 2... Howard megperecelt. Nincs ekkora mázling. Már nem vagyok Howard, gyerekek! Jesszus, ez a füst teljesen, teljesen kikészít. Ez a Howard humoros egy kacsa. És végül a Bíbor Láng nevű zenekar is befut. És amikor már azt hittük, hogy ettől kínosabb már nem is lehet a film, akkor még egy utolsót odafingik az orrunk alá a stúdió. Yeah!
a stáblista. Végre! Köszönöm! Ennyi! Végre! Kedves néző! Jól jegyezzétek meg ezt a filmet, ilyen is volt a Marvel történetében. Függetlenül attól, hogy mekkorát léptek előre, azért nem árt tudni a múltjukban meghúzódó sötét foltokról sem. Nem ismerem a képregényt, de amit Vászonra adaptáltak, az minősíthetetlen. Ízléstelen, debil, nem is értem, hogy a Star Wars után mi ütött George Lucasba, hogy ezt a filmet bevállalta. Annyit azért ne vitassunk el, hogy a látvány a korának megfelelően korrekt volt. De ez semmit nem javít a film egyébkénti bugyutaságán. És az emberek még a víz érintésén voltak kiakadva? Hagyjuk már! Szerintem egyedül a 6 éven aluliak tudják értékelni a Howard a kacsát, de egy bizonyos kor fölött még ők is letagadnák. Szóval ennyi volt a bemutató, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor köszi a lájkot és a megosztást, osszátok meg velem a véleményeteket, mert ez szerintem sokatokat megmozgatott, aztán jövő héten folytatjuk. Sziasztok! Ez a hely nem méltó egy érzékeny, intelligens kacsához.